Kedves nézőink, visszatérő vendégünk Horváth István, egyetemi docens, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke. Jó napot kívánok, szervusz! Már úgy tudom, kívánok, hogy... és hallgatok, szervusz! Egy tanulmányodban állítottad, hogy a román tanügyi rendszer nem a beszélt nyelv elsajátítására törekszik, sokkal inkább irodalom oktatásra és a magyar vagy a kisebbségeket érintően a kétnyelvűség kialakítására törekszik. Ez mit jelent? Hát amikor egy elsajátítás politikát tervezünk, tehát az, hogy hogyan kell elsajátítani a nyelvet, akkor mindenekelőtt azt kell eldönteni, hogy milyen nyelvet sajátítunk el. Most milyen nyelv alatt nem arról szól, hogy román nyelvet vagy más nyelvet, hanem kinek a nyelvét, ki beszéli azt a nyelvet, mire készítjük fel valakit. És hát tulajdonképpen itt többfajta nyelvet lehet elsajátítani. Vannak olyan oktatáspolitikák, ahol úgy kezdik el, hogy tudják kiolvasni egy konzerves dobozon, hogy mi van benne, tudják elolvasni, tudják megérteni egy tévévitát, tudják el véleményt formálni, tehát a szöveg, amelyeket el kell tudjál mondani, és amit le kell tudjál írásban írni, ezek a szöveg elvárásokról szól, és ez döntik el legelőször egy tannyelv elsajátítás politikában, hogy kinek a nyelvét, tehát a köznyelv, beszélt nyelvet, vagy egy ilyen, mondjuk a média által használatos nyelvezetet sajátítasz-e. Nálunk van egy implicit döntés, amely tulajdonképpen egy nagyon kidolgozott és elemzői nyelv elsajátítására törekszik. Ha megnézzük az érettségi tételeket, több mint 100 van belőlük, a tanügyminisztérium honlapján a román nyelv és irodalom érettségi tételei egy olyan nyelvi eszményt céloznak meg, ami nem csak egyszerűen egy irodalom olvasó és egy irodalmi terméket megértő nyelvezet elsajátítását, hanem azt kielemző. Arról egy irodalom kritikus, egy irodalmár, egy nyelvész, vagy esetleg egy kommunikációs szakértő nyelvezetében beszélni tudó nyelvezetet sajátítanak el. Most, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor a romániai magyaroknak 3-4-5%-a kerül olyan élethelyzetbe, hogy ezt a fajta nyelvezetet valaha használja, és tulajdonképpen kevesebb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kommunikációs készségeket fejlesszék. És itt nem csak egyszerűen arról szól, hogy a magyar gyerekek ezt kell megtanulják, hanem hogy ez az általános elvárás, a román nyelv és irodalom oktatásnak ez a legfőbb célja, hogy hát reprodukáljon egy, nem csak egy irodalmat élvező, azt olvasó, hanem az elemzően viszonyuló réteget. És tulajdonképpen az emberek egyre kevésbé veszik hasznát egy ilyen típusú nyelvezetnek, ami elidegeníti őket a nyelvoktatástól egyrészt, másrészt nem segíti őket elő abban, hogy a köznyelvet, a különböző mindennapi élethelyzetekben használható kommunikációs szótárt és stílusfordulatokat megfelelőképpen elsajátítsanak. Tehát ez történik a román anyanyelvek oktatásával. Ez történik Romániában, a román nyelv oktatásával bárkinek szándékozzák azt a nyelvet oktatni. És mondjuk hol lehet felmérni azt, hogy mennyire nem megfelelő ez, vagy nincsenek jó eredmények? Tulajdonképpen többfajta adatunk van. Egyrészt megvannak az érettségi adatok a tannyelv függvényében, tehát ki milyen tannyelven tanult, és megvannak az érettségi adatok, hogyha általában elmondhatjuk, hogy a magyar gyerekek, akik magyarul tanulnak pontosabban, azoknak a különböző érettségi próbákon elért eredményei, érjük fizika, matematika, másokon, nem különböznek nagyon nagy mértékben a román gyerekek viszonylatában, hát több mint egy fél jegy átlaggal, sőt néha többen is különböznek, a román tannyelvű és a magyar tannyelvű iskolákban. De igazából a legutóbbi felméréseink aggasztóak ebből a szempontból, hisz azt mutatják, hogy nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy a nyelv, az nyelvismeret az korfüggő. Tudjuk, az idősebbek kevésbé tudnak románul, de mi meglepő az, hogy hát a fiatal generáció is egyre kevésbé bírja, beszéli a román nyelvet, és egyre inkább negatívan viszonyul a román nyelv elsajátításához és a román nyelv használatához. És akkor ott emlékszem a tanulmányodban felosztottad, hogy lényegében, és tapasztaljuk is, hogy elemi osztályokban történik valamennyire az oktatás olyan szinten, hogy próbál a beszélt nyelvhez közelíteni. De aztán később gimnáziumban, liceumban valóban inkább ilyen irodalmi elemzésekről lehet hallani, és nagyon stílusos beszédről. Az eddigi tanterv tulajdonképpen az első 4 osztályban nyelv elsajátításra fekteti a hangsúlyt. Az első 4 osztály után, az elemi után, tulajdonképpen az eddigi tanterv szerint 5-8-ban csak a tankönyvek voltak mások, az oktatási célkitűzések ugyanazok voltak, mint a román gyerekek számára, tehát azt feltételezték, hogy valaki 4 év után megtanul annyira románul, hogy a román gyerekekkel azonos szinten beszéli, bírja a nyelvet, tehát ugyanolyan megerőltetésnek lehet kitenni, ugyanolyan tananyagot, ugyanolyan szinten, formában, ugyanolyan elvárásokat. Ami nem működik. Hát ez egyértelműen nem működik.
Illetve, bocsánat, működik ott, ahol van az iskolai nyelvtanulás mellett egy úgynevezett környezeti nyelvtanulás, tehát a szomszédságban, az utcákon, esetleg a televízión keresztül, ma igaz, hogy ez már egyre kevésbé jellemző, megtanulnak a gyerekek románul is. De hogyha az lenne a cél, hogy egy másodnyelvként sajátítsák el a kisebbségiek a román nyelvet, akkor mi lenne a hatékony módszer? Hát egyrészt a célkitűzés és a módszer között tenni különbséget. Tehát a célkitűzés az az kellene legyen, hogy pontosítsuk azt, hogy kommunikációs készségek szempontjából meddig kell eljuttatni a diákokat, és ez mennyi darat lehetséges. Tehát például azt tűzzük ki célnak, hogyha mondjuk ez a vita műsor, vagy ez a beszélgetés, igazából nem vita műsor, román nyelven folyna, akkor a gyerek képes legyen 11. osztályban összefoglalni saját szavaival, elmondani, hogy mit hallott, mit értett. Tehát egy közéleti témában tudjon elmondani, és ez legyen a maximális kommunikációs cél, hogy egy ilyen típusú köznyelvi, média nyelvezetén lezajló műsorformátumhoz tudjon hozzakapcsolódni, tudjon arról véleményt mondani. És ha van ez a célkitűzés, nyilvánvaló, hogy ehhez lehet különböző módszereket rendelni, különböző eszközöket, csak éppenséggel ez a célkitűzés egyértelmű kellene legyen, és körülbelül ki kellene számítani, hogy mikorra valószínű, hogy ezt elérik, mennyi időráfordítás szükséges ehhez, milyen típusú szövegek segítségével lehet, és milyen típusú pedagógiai gyakorlatok segítségével lehet ezt megvalósítani. Tehát én azt mondanám, hogy az eszközökhöz kevésbé is értek, mert nem vagyok nyelvpedagógus, szociológus vagyok, és a nyelvi készségekkel foglalkozok, szociolingvisztikával, de számos az idegen nyelv oktatásban használatos módszert kellene használni, amiről tudjuk, hogy óriás az érzékenység, és fel se lehet vetni. Hát ugye ez most nagy kérdés, amikor beszélünk arról, hogy változni fog nálunk is a román nyelv oktatása, csak nem tudom, hogy lesz-e akivel megoldani ezt a problémát, mert a legtöbb esetben a pedagógusok is arra álltak rá, ami eddig működött a rendszerben. Irodalom oktatása, nyelvtan oktatása. Igen, nagy kérdés lehet. Hát egyrészt növekszik a lehetőség, hogy a tantervbe több nyelvelsajátításra, kommunikációs készségfejlesztésre szolgáló gyakorlat kerüljön be. Tehát, hogy legalábbis most már nem 4 osztályról beszélünk, hanem 8 osztályról beszélünk, tehát a tanterveket lehet ehhez módosítani, akár a szövegkönyveket lehet ehhez módosítani. Ami nem változik, az továbbra is az a végső célkitűzés, és az érettségi az ugyanaz marad, tehát gyakorlatilag a cél az, hogy eljutni az érettségi szintjére és ott megfelelni. Egyrészt, másrészt ugyanakkor itt maga az arról, hogy itt több évtizedes gyakorlatról van szó. A rendszerben bent levő emberek nagyjából erre szocializálódtak, ők irodalom oktatásra szocializálódtak, számukra ez a kiválóság, és talán egyesek még nem is érezik magukat kényelmesen, hogyha román nyelv és irodalom helyett más kellene, kommunikációs fejlesztést kellene műveljenek órákon. Úgyhogy ez nagy kérdés, és kíváncsian várjuk, még egyelőre nem lehet tudni részleteket arról, hogy miként változik. Dolgoznak a tantervek. Dolgoznak rajta, igen. Úgyhogy reméljük, hogy mielőbb eljut hozzánk is a legfrissebb híre ezzel kapcsolatban. 2009-ben végeztetek egy felmérést arra vonatkozóan, hogy a hazai magyar kisebbség mennyire ismeri a román nyelvet, hogyan beszéli a nyelvet, hogyha néhány adatot tudnál erről mondani. Hát tulajdonképpen nyelvismeret az egy fokozati kérdés. Tehát, hogy senki sem ismer tökéletesen egy nyelvet, és különböző helyzetekben lehetnek kommunikációs sikerei annak is, aki egy nyelvből viszonylag kevés szót ismer. Tehát nagyjából a kérdésünk az arra vonatkozott, hogy milyen mértékben vannak kommunikációs problémái román nyelven, és azt mondhatjuk, hogy körülbelül 15-25% számol be valamilyen mértékű kommunikációs nehézségről. Ez nem azt jelenti, hogy a többi tökéletesen beszéli a román nyelvet, hanem azt jelenti, hogy egyesek tudnak úgy beszélni, lehet egy viccet nem tudnak ugyanolyan jól elmondani, vagy adott helyzetben, mit tudom, adóbevalláskor, vagy egy bonyolultabb jogi helyzetben nem tudják kifejezni magukat. De tulajdonképpen 15-25% van azon a határon, amikor problematikus lehet számára akár a mindennapi élethelyzetekben is, mindenképpen 15% esetében beszámol erről, mindennapi élethelyzetekben is beszélgetni bizonyos dolgokról, és inkább, mivel sekélyes a szókincse, inkább kerüli ezeket a helyzeteket. Tehát nagyon kevés olyan ember van, pár százalék, aki azt mondja, egyáltalán nem tud románul. Itt sokkal inkább arról szól, hogy ahhoz, hogy például valakinek lehet, hogy megértek egy filmet, egy szappanóperát a televízióban, van egy passzív nyelvtudásom. De hogy nem tudom kifejezni. De nem tudom kifejezni magam. Tehát tulajdonképpen ez van ebben a 15%-ban benne sokkal inkább, akik így értenek, de nem tudnak, nincs aktív, nincs produktív készségük, így szoktuk. De a legnagyobb része az
beszéli a román nyelvet. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a románi magyarság fele az mindennapi helyzetekben problémamentesen tud kommunikálni román nyelven, ami azt jelenti, hogy nagyon általános témáktól, nagyon partikuláris témákig, beleértve viccmondást és más furcsa dolgokat is el tud művelni román nyelven. Még csak annyit kevesebb, mint egy percünk van hátra, hogy abból a felmérésből az is kiderül, hogy a felnőtt korosztálynak a legfiatalabb rétege van szinte a legrosszabb helyzetben, ez mivel magyarázható? Több magyarázat is van. Egyrészt hát arról szól, hogy úgy mondjuk, hogy a nyelvi szocializáció nem teljesedett ki. Én is tulajdonképpen nem a középiskolában tanultam meg, hanem a katonaságnál, a munkahelyen, felsőoktatással. Ahol rá voltál szorulva? Rá voltam szorulva, tehát tulajdonképpen értettem, volt egy egyértelmű gyakorlati élethelyzetek, amit meg kellett oldjak, és nem általános irodalmi szövegről beszéltem. Másrészt, hát a médiavilág megváltozott radikálisan ezeknek a fiataloknak a számára, a különböző televízióknak a program magyar nyelvű programcsomag kínálata átfogó, a legpartikulárisabb réteg műsoroktól közszolgálati televíziózásig majdnem mindenhez hozzá lehet férni magyarul, ami nem volt így több mint tíz évek körülbelül. És hát harmadsorban megváltozik a nyelv elsőt, itt a nyelv iránti érdeklődés. Ismerek olyan székelyföldi diákokat, akik úgy érzik, hogy az angol sokkal hasznosabb számunkra, és sokkal nagyobb lehetőségeket biztosít számunkra, és tulajdonképpen ez arról szól, hogy kinyílottak a határok, és tulajdonképpen az emberek a nyelvi erőforrásokat gyakorlati ismérvek szerint is rendezgetik, és legyünk realisták, a gyakorlati ismérvek között ott van, hogy lehet, hogy valaki elit oktatásra vágyik, de ezt nem itt, hanem Hollandiába gondolja el, a angol nyelvi oktatásra van lehetősége. Horváth István, köszönöm szépen, hogy eljöttél ma hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. És még biztosan fogunk ezekről a kérdésekről beszélgetni, várva várjuk a törvény új előírásait. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat.